Hello mindenkinek! Mára egy egyszerű, de mégis romantikus, finom sminket hoztam. Szerintem nagyon szép. Éppen, hogy egy kis halvány szín a szemhéjon, valamint egy kis satírozás, egy kis füstölés a mélyítő vonalán. Hát remélem, hogy tetszeni fog, és hogyha szeretnétek megnézni, hogy hogy készítettem, akkor pedig tartsatok velem. Először is, ugye, mint mindig szemhéj alapozóval kezdek. Felviszem az egész szemhéjamra. Mert ez ugye segít a porszemfestékek jobb megkötésében, és tartósabbá is teszi őket. Mai nap első színe pedig a szemhéj részre. Ez a szín lesz a Sigma Bare palettájáról, és ezt pedig egy szemfesték ecsettel fogom felvinni, méghozzá a Sigma E55-össel, és az egész szemhéjra felviszem. Ennek szinte olyan színe van, mint a bőrömnek. Most pedig a Sigma E60-as ecsetével felviszem a 120 palettásból ezt a színt, ez már egy picit csillog. Amúgy ma csak matte színeket fogunk használni, de ezt egy kis világosításra most felhasználom. Méghozzá erre a részre. Innen mutatom, erre a részre. Visszaszaladok ezzel a színnel. Ezzel a színnel még egyszer. Hát elfelejtettem, hogy ugyanezt fogjuk felvinni a szemöldök csontra. Most pedig ezt a barnát fogom használni. Ez egy kicsit melegebb barna szín. Tehát ez egy meleg barna szín. És utána fogjuk ezt a hidegebb barna színt. Tehát innen lehet tudni, hogy melyik meleg. Ez is például meleg barna. Ez már inkább egy hidegebb, úgymond nem is hideg, ridegebbnek mondanám barnát. És ezt a barnát ezzel a ferde satírozó ecsettel fogom felvinni. Méghozzá erre a részre. Be lehet nyugodtan hozni egészen idáig, mert ez csak egy nagyon halvány alapszín. De csak a mélyítő vonalra, meg egy picit felé. Jó, most pedig a Sigma E25-ös ecsetével, ez azért egy kicsit pufisabb ecset, ezzel fogom felvinni azt a ritekebb barna színt. Ezt viszont már csak a mélyítő vonalra viszem fel. Na, és jobban koncentrálok itt a külső sarok részre. Majd utána viszem beljebb, de leginkább ide vigyük fel ezt a színt. Így. És visszaszaladok a másikkal, de nem teszek rá szemfestéket, hanem csak ezen finomítok egy kicsit. Most pedig ezzel a hegyesebb ecsettel, ugye már látszik rajta, hogy sok rajta a fekete, úgyhogy nem is teszek rá feketét. És a mélyítő vonalnak ezen a részén fogom felvinni, de csak egy nagyon keveset.
tényleg csak azért, hogy ott egy kicsit sötétebb legyen, és utána majd elsatírozzuk. És a ferdercsettel elsatírozom. Vagy beledolgozom, mondom így. Jó, most pedig ezzel a hideg barnával fogom itt az alsó szemvillág tövénél befesteni. Tehát ide viszem fel az alsó szemvillág tövéhez. Most pedig ezzel a feltercsettel feketét fogok felvinni. Méghozzá a Sigma Bél palettájából választom ezt a feketét hozzá. Tehát a kihúzás helyett elkezdem meghúzni, de csak ezzel a fekete szemfestékkel. És már elkezdem megformázni a macskásított kihúzást. De ez csak az alapja. Fehér szemceruzával kihúzom a vízvonal részt. Most pedig visszaszaladok ezzel a színnel, hogy még a kihúzás előtt visszaerősítsük, ami esetleg lejött belőle. Ezt már nyomogatva viszem vissza. És most már kihúzzuk a szemünket, ugye a zselé szemhéjtussal, és ezzel a nagyon hegyes szemhéjtuss ecsettel, az E05-össel. Akkor kezdjük is. És akkor most húzom ezt a kinti részt. Tehát így néz ki a sminkünk.
Már csak szempilla spirál. Ugye, mint mindig a Great Lash a Maybelline-től. Szerintem ez a smink akkor teljes, hogyha kontúrozunk egy kicsit. Úgyhogy... csinálok egy kevés kontúrt. Aztán pirosító. Jó, és most már csak a rúzs van hátra. Rúzsnak pedig a Catrice-től használom, hát amolyan cappuccino színű rúzsát. Az eredményünk. Remélem, hogy tetszett a mai videóm is. És remélem, hogy velem tartotok a következő videónál is, ugyanis még sok-sok ötletem van a jövőre nézve. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét. Sziasztok!